Lejártak a 12. kolozsvári magyar napok. Ennél fontosabb dolog nem is történt az elmúlt napokban a környékünkön. Minden is erről szólt a múlt héten. Reméljük, sikerült részt venniük nézőinknek is, illetve élő közvetítéseinket is követték a Farkas utcából, ami ilyenkor Fesztivál utca nevén él a közszájon. Lássuk, hogy miként értékeli a szinte 300 programpontból álló rendezvénysorozatot a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke az elmúlt néhány napot. Gergely Balást köszöntöm. Jó napot kívánok, én is köszöntelek téged, meg a kedves nézőket. Nos, hát az előbb András Imre vele beszélgettem, illetve ő jelentkezett be. Nagyon stílszerűen a Szőcs Géza emlékplakett elől jelentkezett be. Most nem tudom, hogyha ezt a Kincses Kolozsvár elnöke tehetné stílszerűen, akkor azt hiszem, hogy egy éppen bomló félben lévő színpad előtt kellene álljon a főtéren, azt hiszem. Vagy már elbontottátok? Hát gyakorlatilag a színpad utolsó elemeit most viszik el, én pedig itt ülök végre itthon délután, és pihengetem az elmúlt egy hét fáradalmait, az volt azt hiszem az, ami jobban lenyomott, illetve hát itt kinézek az ablakon, és pont annak háznak látom a hátsó falát, ahol a Szőcs Géza emléktábla áll, úgyhogy közel vagyok az előző témához. És helyszínhez is, még így geográfiailag is. Akár én is élménybe számolhatnék arról, hogy milyennek tűnt a 12. kolozsvári magyar napok. És emlékszem, amikor beszélgettünk, ugye azon a sajtótájékoztatón, amely az utolsó volt még a magyar napok előtt, és akkor arról volt szó, hogy hát nagyobb lesz, mint a tavalyi, de kisebb, mint az előtti, azaz a 19-es. Nos, az volt az érzésem így ebben a program kavalkádban, hogy egy teljes jogú és teljes nagyságú magyar napokat élhettünk meg. De lássuk, hogy tűnt a főszervezőnek, illetve a szervezőcsapatnak. Hát valójában az történt, hogy mi a törvényekhez, a jogi kerethez alkalmazkodva próbáltuk úgy kalibrálni, csúnya szóval, ezt a rendezvényt, hogy beleférjen a keretek közé, ugyanakkor azon belül a maximumot nyújtsa. És hát egy példával illusztrálnám azt, hogy mennyire képlékeny volt minden, és mennyire kiszámíthatatlan is egyben. A július 28-án, tehát szűk 3 héttel a rendezvény kezdete előtt, még az érvényben lévő jogszabályok szerint maximum 2500 résztvevő vehetett volna részt a főtéri koncerteken, és volt egy kecsegtető ígéret, vagy inkább azt mondom, hogy pletyka rendezvény szervezői berkekben, hogy ezt megemelik 5000-re. Na, mi ehhez igazítottuk az egész line-upot, úgymond a koncertsorozatokat, így állítottuk össze, de általában ez érvényes a programjainkra általános érvényben. És akkor július 28-án jött egy szabály, egy új szabályozás, amiben gyakorlatilag feloldották a létszámkorlátot, illetve 75 000 fősre állapították meg, amely nyilván a főtér kapacitását messze meghaladja. Ergo szervezhettünk volna mást is, de ezt nem tudtuk még a tavasszal, illetve még 3 héttel ezelőtt sem. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ahhoz a mércéhez igazodva, amelyet fölállítottunk magunk elé, és azokhoz az elvárásokhoz igazodva, amelyeket megszabtunk, nagyon jól sikerült a rendezvénysorozat, és hát nyilván még nagyon sok elemezni való van, meg sok mindent végig kell beszélni itt a szervezőtársakkal, de én személy szerint úgy érzem, hogy egy sikeres rendezvénysorozatot zártunk. Melyek voltak a legsikeresebb programpontok vajon, illetve melyek voltak azok, amelyre még a főszervező is elment, bár ilyenkor még mindig van munkája magyar napok alatt is? Hát ami nekem a kedvencem volt, ezt elárulom, a Szent Efrém férfi karnak az előadása, koncertje a Farkas utcai záró istentiszteleten a tegnap, az egy olyan katartikus élmény volt számomra, amely tényleg méltó módon zárta le ezt a szervezési, meg rendezvényi folyamatot. De a legsikeresebbnek én a 3-4 olyan pontot neveznék, amelyeket most nyitottunk újra, és eléggé féltünk tőle, tartottunk tőlük, a Farkas utcai vásár, a Bor utca, a Könyvvásár kiemelten, a Romkertben az Emese Park programjai, illetve hát az új helyszínre költözött főzőverseny, illetve a Donaton
futóverseny. Ezek mind-mind olyan számokat hoztak, és olyan érdeklődést vonzottak, amelyek azt kell mondanom, hogy egyes esetekben meg is haladták a korábbi évekét, más esetekben pedig vagy nagyon megközelítették, vagy ott voltak. Ezt aki kint volt, azt tapasztalhatta. És nyilván ne csak a jó dolgokról beszéljünk, azt is látni kellett, hogy például a főtér nem volt annyira sikeres, és nem vonzott annyi embert, mint mondjuk a 2008-2019-es esztendőkben, tehát ott valahol visszatértünk a kezdetekre. Én emlékeim szerint az első magyar napokon talán kevesebben voltak, a másodikon lehettek annyian, mint most a téren, de itt teljesen nyilvánvalóan, és még egyszer mondom, nagyon sokat számított az, hogy a szervezők úgy kalibrálták ezeket az előadásokat, koncerteket, hogy ne tudjunk meghaladni egy 5000-es számot. Na most ehhez képest azért meghaladtuk. Voltak új elemek is, és lehet, hogy ezek közül lehet, hogy megtartanak egyesmást jövőre is? Például mondjuk helyszín szempontjából is, ugye a Falu Múzeum is... Határozottan igen, a Tudor Szolozsán igazgató úrral a tegnap már beszélgettünk erről, illetve ma is telefonon, miközben megköszöntük a szíves vendéglátást. Kitűnő helyszín, kitűnő környezet ezekre a foglalkozásokra, ezekre a tevékenységekre, illetve hát még bővíteni lehet egyebekkel is. Ez nem csak a mi véleményünk, a tegnap az oda kilátogatók egyik a másik után jött oda, és jelezték, és megköszönték, és gratuláltak ehhez a helyszínhez. Mindenképpen úgy gondolom, hogy működni fog. Remélem ugyanakkor, hogy nem kerül be a veszteségek közé jövőre a Farkas utca, mert van erre némi esély, ugye a Farkas utca felújítása valamikor, ha minden jól halad, novemberben elkezdődik. Én úgy gondolom, hogy ez nyárig be is kéne fejeződjön, de nyugtával dicsérd a napot, gyakorlatilag a közeljövőben elkezdődő szervezési, jövői rendezvény szervezési fázisában most már ezen is el kell gondolkozunk, és fel kell készüljünk arra, hogy mi van akkor, hogyha például azt a kedvenc terünket, ha szabad így fogalmazom, a főtér mellett átmenetileg nem tudjuk belakni. Ez nagy kár lenne minden esetre, és akkor lássuk, mert az embereket érdeklik a számok is, és különösen azokat, akik adakoztak. Mennyi pénz gyűlt össze a jótékonysági gyűjtésnél? Gyakorlatilag erről pontos adatot tudok mondani, most Banira pontosan nem, mert épp az előbb néztem meg, de 12.000 valamennyi lej és 7.500 forint gyűlt be az adakozásból a Szent Mihály templom neogótikus kerítésének a felújítására. Ez csak érzékeltetendő a jelenlegi helyzetünket. A tavaly előtti gyűjtésnek közel 30.000 lej volt az eredménye, és a tavainak meg 7.000 valamennyi. Tehát érezhető, ugyanúgy, ahogy nagyon sok más adaton, az, hogy valahol ott vagyunk a két rendezvény között. Tehát közel fele az adományoknak az idén is bejött 2019-hez képest, és több mint, tehát majdnem kétszerese a tavalyihoz képest. Úgy és ennek nagyon örülünk, és ezúton is köszönjük a minden adakozónak. A napokban fogok átmenni a szervezőtársakkal a Szent Mihály plébániára, és László Attila plébános főesperes úrnak átadjuk az adományokat. Úgyhogy akkor sikeresnek mondható a rendezvénysorozat, hát megérdemelt pihenni, megérdemelt lesz a pihenés ezek után. Tegyék ezt, én köszönöm szépen a bekapcsolódást Gergely Balázsnak, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökének. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek szép nyár végét kívánok.